Még az orvosok sem tudták, mi okozhatja Mary Bilberry fájdalmait. Gyógyszereket írtak fel neki, és hazaküldték. De ez nem segített. Mary-t elviselhetetlen migrén kínoszta hónapokon keresztül. Ám ennek egyszer csak vége szakadt egy 700-as klub műsor után. Gyötrelmes napjaim voltak. Minden ébren töltött percemben, mintha kalapáccsal ütötték volna belülről a szemgolyómat. A szüntelen fájdalom egy ködös búrát vont körém. Képtelen voltam összeszedni a gondolataimat, nem tudtam semmire sem koncentrálni. Visszaolvastam a naplómat, és 2011. augusztusánál ez állt benne. Csendes, de nehéz napom volt, uram. A fájdalom a szemem mögött és a nyakamban nagyon megviselt. Az egyik oldalam teljes sötétségben van a látótér kiesés miatt, és állandóan aggódom. Szükségem van válaszokra, és szükségem van gyógyulásra. Istenem, kérlek, add meg a fizikai és lelki gyógyulást. A napom fénypontja mindig a reggeli 700-as klub volt. Egyik nap Gordon az emberek személyes problémáiért imádkozott. Arra gondoltam, hogy nagyon szeretnék meggyógyulni, de csak akkor fogom magamra vonatkoztatni az imát, ha a név szerint megemlít engem. Egy Méri nevű hölgy azt mondja, hogy név szerint kell imádkoznom érte. Erre felfigyeltem. Arra gondoltam, ha most fejfájás ellen imádkozik, az tényleg értem szól. Méri, a migrénje most elmúlik. Isten megszabadította önt a fájdalomtól. Minden rendben lesz ezután a fejével. Örültem neki, hogy Jézus ismeri a nevem, és olyan fontos vagyok neki, hogy így szólít. A fejfájásom azonnal elmúlt, és soha nem is jött vissza. Többé már nem kételkedem. Elhiszem, hogy Jézus minden nap csodákat cselekszik. Hiszem, hogy semmi sem túl nehéz neki. Ő velünk van, és nem kell semmitől sem félnünk. A kegyelme minden nap és minden helyzetben elér bennünket. És én ezt megtapasztaltam.